Nem csak a Nyíregyháza Spartacus első csapata, hanem a második együttes is osztályt váltott a nyáron. A legutóbbi szezonban a vármegyei első osztályban szereplő Kis Spari az NB3-ban folytatja. A vezetőedző a legutóbb Kisvárdán dolgozó Török László lett, akinek munkáját Szatke Zoltán és Pintér László kapusedző segíti. Nagy kihívás nyilvánvaló, szeretem a kihívásokat. Mondhatom, hogy nagy fába vágtam a fejszét, de természetesen az érdeklődtem. Nyilván megy első osztály 9. helyezettéből lépni az NB3-ba, az egy hatalmas nagy különbség, nagy az olló. Szoktam mondani, hogy U20-as csapatunk van, aki az NB3-ban indul, ezt már mondtam többször, de ez szó szerint így van. Próbálom nem nagyon magasra tenni a mércét, de muszáj. Tehát muszáj. Tisztában vagyok bizonyos szempontokkal, látottak alapján be tudom határolni nagyjából a képességeket. Valakinek behatárolt a képessége, mert lehet, hogy többre nem képes. Megpróbáljuk mindenkiből kihozni a maximumot. Heti az első héten egy edzése, de azóta a második, harmadik, negyedik hetünk 7-8 edzéssel, plusz edzőmérkőzésekkel, felkészülési mérkőzésekkel készülünk a bajnoki rajtra. Keret még nem állt össze, még hétközben is lesz egy egymás közti játék, ahol most már ki kell alakítanom egy adott keretet. A szakember szerint olyan munkát kell végezniük a fiataloknak, amellyel esélyük lehet arra, hogy felkerüljenek az első csapat keretébe. Hát ugyanúgy, ahogy a srácoknak is nagy megtiszteltetés, hogy az NB1-es második csapata lehet, úgy nekem is az, hogy az NB1-es csapat második csapatának lehetek az edzője, és nem mondom azt, hogy itt már jövő héten, vagy bármi, itt már felkerül a játékos, de viszont vannak, akik már fennedzenek, vannak, akik vissza is játszanak, elsősorban fiatalokról beszélek. Ugye itt van egy fiatal szabály, ahol 2004-től és a fiatalabbak játszhatnak, de vannak olyan képességi játékosaink, akik majd így az egyéni fejlesztések alatt én azt mondom, hogy előbb-utóbb, ha azt kér tőlem Tilmán Krisztián és stábja, hogy Laci, küldj egy támadót, vagy küldj egy védekező középpályást, akkor tudom majd, hogy kit fogok küldeni. Ez a cél mindenkinek. És én mindig úgy készítem őket fel minden edzésre, hogy ma ez a gyakorlat, ma próbálj minél kevesebbet hibázni, próbálj egymás közti játékban nyerni, mindig versenyszellem legyen az edzésen. A játékosok fejlesztése mellett azért az eredményességet is szem előtt tartják a második csapatnál. Bemaradás a cél. Ez mellett ugye amit mondtam, a játékosok fejlesztése. Hogyha erre minden héten így koncentrálunk, és az adott mérkőzésre is, akkor a célunkat el kell, hogy érjük, és hogyha elértük, akkor az a következő időszakra egy nagyon nagy erőt és fejlődést jelenthet. A Spari 2 valamennyi hazai meccsét vasárnap 11 órai kezdett el játszva az örökösföldi pályán. A nyitófordulóban július 28-án a szintén újonc Máté Szalkai MTK-t fogadja a Török László együttese.